Jártunk már hulladékégetőben, az is egy formája annak, hogy hasznosítani próbáljuk a hulladékban rejlő energiát. Itt viszont Miskolcon létezik egy olyan technológia, ami minden eddig ismert dolognál sokkal jobb. Úgyhogy ne följük ezt nézni. Péter, mennyi kommunális hulladék keletkezik itt Miskolcon naponta? Napi szinten 250 és 300 tonna között lehet átlagban, ami képződik, illetve begyűjtünk hulladékot. Ez, amit az emberek kidobálnak a kukába, de van a krumplihelytől kezdve a WC-papír gurigáig, amit minden, így van. Mi lesz a sorsa ennek a hulladéknak? Jelen pillanatban itt, ahol most állunk, az átrakó állomásra kerül a begyűjtött hulladék, ami gyakorlatilag egy nagy teljesítményű prés, ami egy 30 köbméteres zárt konténerbe préseli a hulladékot, illetve ezt a két hulladékot két konténerrel, egy pótosszerelvénnyel kiszállítjuk a regionális hulladékkezelő telepünkre, ahol lerakásra kerül. Hulladék egyébként, amit mondjuk metanolgyártásra is, metanol előállításra is lehetne használni? Így van. Ezt a kommunális hulladékot kezeljük elő egy úgynevezett előkészítés technikai csarnokban, amit majd később az igazgató be fog mutatni, és az kerül át alapanyagként feldolgozásra a metanol előállító üzembe. Ahol ugyanis most vagyunk, az egy olyan feltaláló birodalma és a hozzá kapcsolódó nagy hulladékcég birodalma, akik közösen egy próbaüzemet működtetnek. Ez azt célozza, hogy kommunális hulladékból metanolt állítanak elő. Ez egy teljesen egyedülálló rendszer a világon, igaz? Ez egy világszabadalom, ha jól tudom. Így van, Miskolcon lesz először ilyen üzem, illetve azt azért elmondanám, hogy november hónapban a Feltalálók Világszövetsége 741 találmány közül díjazta a Zöld Oszkár díjjal ezt a találmányt. Ez az a csarnok, ahol a kommunális hulladék lényegében osztályozásra kerül első körben, igaz? Így van, így van. Tehát ide érkeznek be a kukásautók, amik ugye a Miskolc utcáiról a kukákat beürítik és összegyűjtik. Ez a rendszernek az az egyik újdonsága, hogy ezt a szemetet ezekkel a gépsorokkal átválogatjuk, kezeljük. Szerint? Hát például a fémeket, a vastartalmú fémeket ki tudjuk belőle válogatni. De ki tudjuk válogatni a nem vastartalmú fémeket. Itt van egy különleges szerkezet, ez egy örvényáramos henger. A hulladék közül az alumíniumot, a alumíniumfólia tartalmú csomagolóanyagokat, legyen az zacskó vagy éppen a tetra. Ez a szerkezet átdobálja ide, és innen tovább már csak azok a fajta csomagolóanyagok, papír, műanyag, biológiai levonó hulladék, tehát a falevél, a krumplihéj, meg ami, a kenyér, ami benne van a szemétbe, az megy tovább. Ez az a hulladék, amiben mindenféle csomagolóanyagok és biológiai levonó hulladékok vannak benne. Ez az anyag kerül át a metanol üzembe, ebből lesz a ennek azok a vegyipari alapanyagok, metilalkohol, folyékony széndioxid, amit majd a professzor úr egyébként majd el fog mondani. És ez a nagy újdonság ebben az egész rendszerben, hogy a kommunális hulladékot, láttunk már ilyet a Zöldteában, se nem hulladéklerakóban nem rakjuk le, se nem elégetjük, hanem hasznosítjuk, hasznosítható belőle. Így van. Az az apríték, az a hulladék apríték, ugye így nevezik. Igen. Amit előbb láttunk, az ebbe a csarnokba kerül, mégpedig ezen a csúszdán keresztül, és ez az első tartály, amiben bekerül. Itt mi történik vele? A nedvesen, koszosan idejövő szerves anyagdarabok itt kiszáradnak, elbomlanak, és végül a tiszta oxigén befúvásának segítségével elgázosodnak, és közben semmi nem hagyhatja el a rendszert, csak azután, hogy egy 1000 fokos ágyon keresztül haladt. Nem lehet azon nagyon kényelmes feküdni, viszont ez lényegében egy égetés, nem? Nem. Az égetésnél az összes szénből, széndioxidot, az összes hidrogénből vizet csinálok. Itt a szénnek csak egy harmada, egy negyede alakul széndioxiddá, és mellette főtermékként hidrogén és szénmonoxid keletkezik. És mi történik vele azután? Ez már egy gázhalmaz állapotú anyag. Ugye úgy látom, hogy sósabb abszorber, tehát sósabb elnyelő? Sósabbnak az elnyeletésére szolgál, a különféle szennyezésekből, PVC és egyébből sósabb keletkezik, sósabb gőzök. Nem hatalmas koncentrációban, de
néhány száz milliomod részben található. Ezt el kell távolítani, hogy ne roncsolja a berendezéseinket, és ha véletlenül valahol fáklyázba kerül, akkor ne keletkezzen toxikus anyag belőle. Tehát a sósav nem a barátunk, amit itt kicsapatják belőle valamilyen módon? Amikor regeneráljuk az elnyeletőt, akkor kalcium-klorid oldatunk lesz, és azt sikosságmentesítésre használják fel. Tehát úgy sózásra magyarán? Nem fizikai sózás, hiszen egy oldatról van szó, de ezt a folyadékot így kell kipermetezni, és akkor ennek hatására a hó, jég felolvad. Ez gondolom hasonló módon működik, mint a sósav, tehát is egy alternatív megoldás van, és utána, itt az első legfontosabb utána komprimálva ezt a gázt, tehát egy 20 báros nyomás, vagy aki úgy ismeri 20 atmoszférás nyomással, összenyomjuk hőcserélőn felmelegítve, felhasználva a keletkezett gőzünket. A szénmonoxid egy részéből hidrogént csinálunk. Tehát azért kell a szénmonoxid egy részéből hidrogént csinálni, hogy a metilalkoholhoz szükséges két rész hidrogén, egy rész szénmonoxid arányt beállítsuk. A szénmonoxidot és hidrogént tartalmazó gáz kerül be a metanolnak a katalizátoraira, és ezen katalizátor segítségével állítjuk elő a metanolt vagy metilalkoholt. Hát nekem zúg a fejem egy kicsit ettől sok információt, ez nem egy egyszerű folyamat, viszont hát kapásból keletkezik. Most már nekünk egyszerű. Gondolom, mit a megcsináltak. Kálciumklorid, felhasználják a vörösiszapot, keletkezik elemikén, keletkezik metilalkohol, keletkezik cseppfolyós széndioxid. Igen. És semmi nem megy ki a levegőbe, mert nem láttam kéményt. Nincs kéményünk, hát ezt elsikasztottuk. Ez egészen hihetetlen, hogyha van egy tonna kommunális hulladékom, akkor abból mondjuk mennyi hasznos anyagot lehet előállítani? Az egy tonna kommunális hulladékból 300 és 350 kiló közötti metilalkohol keletkezik, attól függően, hogy mennyi a papírfa műanyag tartalom. Az igen jó. És mellette hozzávetőlegesen 500 kilónyi cseppfolyós széndioxid is. Hát csak gratulálni tudunk az úgynevezett zöld oszkárhoz. Köszönöm szépen. Csak sok ilyet kívánok nekik a világon mindenütt. Bízunk benne, hogy lesz. Ezt a csodálatos technológiát, amiről eddig szó volt, Barta István és Rajsz Iván fejlesztette ki. A nevüket érdemes megjegyezni. Ők zöld Oscar-díjat is kaptak a Nemzetközi Tudományos Közösségtől ezért az alkotásért.